Kilónként 5-600 forintos alma, 900 forintos citrom, ha egy év korábban halljuk ezeket az árakat, rendesen felhördülünk, most azonban már meg sem lepődünk rajtuk. Idén nyáron ugyanis ilyen számok szerepelnek a boltok zöldségesek piacok ártemláin. A Központi Statisztikai Hivatal nemrég adta ki legfrissebb gyors tájékoztatóját a fogyasztói árak változásáról, amelyből kiderül, júniusban az alma kilójának átlag 546 forintja, az éveleihez képest 58, tavaly júniushoz viszonyítva pedig 89 százalékos drágulást jelent. Csak májushoz képest 10 százalékkal került többe az alma átlagosan. Ez volt az a termék, amelynek éves összehasonlításban a legjobban emelkedett az ára de a citrom 45%-os és a narancs 43%-os drágulása is kiemelkedik a zöldségek és gyümölcsök országos fogyasztójátlagárának változásai közül, foglalja össze az agrofórum. Nem is tetszik ez a vásárlóknak, a cikk alatti kommentek is erről tanúskodnak. Drágább az alma, mint a banán vagy a narancs, az őszi barackról nem is beszélve, írja az egyik hozzászóló, valaki pedig csak annyit kérdez, miért. Az okok minden bizonyal az időjárás idei viszontagságaiban keresendők. Mint arra már többször is beszámoltunk, a kései fagyok, a szárasság, majd a sok eső is jócskán elintézte az ültetvényeket. De hogy valami pozitívat is említsünk, a vöröshagyma ára egy év alatt 23%-kal zuhant. Igaz, idén január óta itt is 22%-os a plusz. Az elmúlt évet nézve a fejes 9%-os és a késő burgonya 3%-os áresésen jelentett csökkenést. A többi zöldség és gyümölcsára mind felfelé változott. Nem csak ezeknél az áruknál volt azonban drágulás, a húskészítmények országos fogyasztói változását nézve, az elmúlt egyében az olasz felvágott 27%-os drágulásra emelkedik ki, de a párizsi felvágottért is közel negyedével többet kellett fizetni. Éves viszonylatban a KSA statisztikáiban szereplő húskészítmények közül egyiknek sem csökkent az ára, legkevésbé a bontott csirke, a csirke melfilé, illetve a csirke drágult. Ha ránézünk erre a grafikonra, láthatjuk, hogy volt olyan termék, amire viszonylag változatlanak az árak a tavalyiakhoz képest, ezek a szeszes italok. Ezek közül az ízesített verziók 11%-os éves drágulásra emelhető ki, a kategória többi termékének árváltozása nem nevezhető számottevőnek. Itt egyedül a vodka lett olcsóbb, a többi szeszes a 0,7 és 1,6 százalék között is drágult.